A Mohács Ifjúsági Centrumban megrendezett novemberi kézműves vásáron minden felelhető volt, ami szemnek szájnak ingere. Ugyanakkor eljött a kapszai címfüggők nagynapja is, ugyanis befutott a Boyi Chili Club csapata is a vására, standjukon az enyhén erőstől a brutál erőség volt felhozatal bőve. A Chili Mangótól az Infernoig igen színes palettával lepték meg a vásárlókat. A Molnár család 2 éve foglalkozik csilikkel és az ebből készülő szószokkal, a Chili Clubról pedig a következőket tudtuk meg. Igazából pár barátommal, akinek hasonló érdeklődési köre volt, mint nekem, elhatároztuk, hogy alakítunk egy kis klubot. Ezeket nagyon szeretjük, ezeket a növényeket, illetve az erőset, magát az erőset, és hogy tömörüljünk, alakítsunk egy kis chili klubot. Kitalálom, amikor összejöttök és jókat főztök, akkor jó erősre készül az a halászlé, vagy az éppen csípős pörkölt? Hát nem mindig, tehát úgy én azt mondom, hogy nem az a kihívás erőset, erős szószokat előállítani, csinálni, hanem finom legyen, harmonikus, ízletes. Egyébként magával a chili termesztésével mikor kezdtetek el foglalkozni, és milyen szaktudással vágtatok bele, fokoztátok ezt azóta? Hát körülbelül 5-6 éve ismerkedtem meg először ezekkel a növényekkel, ugye ez egy kellemes kis hobbiként indult. Kihívásnak tekintettem a magból nagy növényt nevelni, főleg annak tudatában, hogy ugye ezek a növények, ezek a karibi csilik, amivel általában foglalkozunk, ezek nem őshonosak nálunk. De ugye beleástam magam, olvastam utána, és... Nem ördöngös dolog? Igazából nem. Jó, odafigyelést igényel, illetve tápozzuk, ugye megvan a locsolásnak a rendszeressége. Fólia nem kell hozzá? Fólia nem kell hozzá. Igazából... de szeretnénk előbb-utóbb pályázni egy fólia sátorra, illetve egy üvegházra. Most egy ilyen 150 tőkénk van, ami ilyen kőkemény chili paprika. Ez ugye bőven elég egy évre. Úgy tudom, hogy fájdalomcsillapító hatása is van. Ez abszolút, igen. Van egy ilyen kis történetünk ezzel kapcsolatban. Jöttek hozzánk vendégek, és egy srác nem fogyaszthatott alkoholt, és ajánlottuk neki ezt a legerősebb csokoládi habanérunkat, hogy kóstolja meg, mert állítólag egy boldogság érzetet okoz, hogyha nagy mennyiségbe kerül a szervezetbe. A srác meg is kóstolta, és tényleg úgy érezte, mint aki picit... Elbódult kicsit? Igen. Tehát valóban. Ugye ez a kapszai cín a szervezetben endorfint termel, tehát a fájdalom érzet miatt endorfint termel, ami egy fájdalom csillapító tulajdonképpen, és ezért a bódultság. Na nézzük ezt a széles palettát, amivel rendelkeztek. Gondolom, hogy az ízvilág meghatározása attól is függ, hogy te is, vagy épp a kedves nejed mit szerettek, hiszen ez is azért befolyásolhatta, hogy milyen vegyítésű koktélok alakultak ki. Igen, abszolút. Szeretjük a jó ízeket, keresjük az ízkombinációkat. És tényleg még egyszer mondom, itt az íz a lényeg, és nem az erő feltétlen. Lehet mondjuk gyümölcsös ízekkel is vegyíteni a csilit? Igen, van például egy mangós orancs habanero szószunk például. Megtalálható a palettánkon például egy tokai aszus szósz. Kimondott a ninyenceknek, ugye? Igen. Ugye itt az volt a lényeg, hogy ugye a szósz édességét ne cukorral, hanem a tokai aszúval, ugye ez az édes borral pótoljuk. Önmagában szinte ezek a nagyon-nagyon brutális csilik nem fogyaszthatók, tehát ebből inkább szószokat gyártanak, vagy csinálnak. Higítani kell mindenki. Higítani kell, szárítmányokat aszalunk belőlük, igen. A világ legerősebb chili paprikája az a Carolina Reaper, annak a Scoville értéke ilyen 2 millió körül van, azt is ugye termeljük, abból is készül szószunk, de mégse az a legerősebb szószunk, hanem a csokoládi habaneroból készült nyers darálék, ami ez fegyverviselési engedéke. Hát egyáltalán az ízeket érezni, amikor az erős rátör az emberre, és gyakorlatilag nem is érzi a nyelvét? Érdekes módon igen. Tehát akkor, amikor az ember egy-két szelet ilyen nagyon-nagyon kemény paprikát elfogyaszt, utána
Lehet, hogy egy darabig nem, de utána teljesen más ízek jönnek, akármit fogyaszt. Abból. Mik a tapasztalataitok egy ilyen kézműves vásár, mint ami most van Mohácson? Gyakorlatilag mennyire veszi górcső alá a Chili Club termékeit? Kóstolgatják az emberek, viszik-e az emberek? Érdekes módon a mohácsi emberek nagyon örültek nekem, amikor csatlakoztam a mohácsi kézművesekhez. Ugye itt kint volt az ifjúsági ház előtt múltkor egy Chili kóstoltató, és meglepődtem, hogy mennyire örültek az emberek. Jöttek, kóstolgattak. Nagyon sok ember a legkeményebb csilikkel kezdte, de hát utána ő el is köszönt. Igen, fölhívjuk az emberek figyelmét, hogy inkább a leggyengébbtől fölfelé haladjanak. Kozár Mislányi, ízeket is találunk itt a standok, nem miket hoztak maguk? Növényi pástétomokat, amik csicseri borsó, bablencse, zöld borsóból készülnek. Mondhatni különlegességek? Igen, mondhatni különlegességek, ezek vegán pástétomok. Azon kívül aszalgyümölcsből készült édességeket is hoztunk. Ez már a reformkonyhához tartozik? Mondhatni egy új irányzat? Igen, ez mind a reformkonyhához tartozik. Sokféle vegán édességünk van, és minden a saját kertünkben terem, amit felhasználunk nagyjából. Milyen ízesítéssel kerülnek piacra? Hát hétféle ízben vannak, van a keleti ízesítésűek, azok a csicseri borsó és a sárga borsó, a hagyományos magyar ízek, az pedig a lencse, a fehérbab pástétomunk, és vannak ilyen különlegességek, például mint a májbab pástétom, aminek az íze hasonlít a májkrémre, de nincs benne semmi hús. Mi az a csatni? A csatni az egy indiai édesség, tulajdonképpen a főételekhez használják, zöldségből és gyümölcsből készül, tulajdonképpen nem is édesség, hanem egy ilyen lekvár állagú étel, amire az indiaiak azt mondják, hogy akkor finom, ha olyan édes, hogy ellenállhatatlan az íze, viszont olyan csípős, hogy nem lehet megenni. Tehát ilyen különleges ízvilágot, egy koktélt kapunk gyakorlatilag. Igen, és ezzel kiegészíthetjük a hagyományos ételeinket is kicsit. Mennyire keresettek ezek a termékek? Egyre jobban keresettek, mert egyre több ember küzd táplálékallergiával. Nekik is jók ezek az ételek, mert minden gluténmentes és tejmentes. Azon kívül hát egyre többen a reform táplálkozás felé hajlanak, és egyre több vegetáriánus és vegán ember van. Mennyire keresett termékei ezek egy ilyen kézműves vásár? Azt tapasztaljuk, hogy keresettek. Tehát, hogy ezek, amiket férjem előállít pástétomokat, ilyen én a magyar piacon nem sokat találtam magyar terméket. Amik vannak a boltokban, azokat általában külföldről hozzák be. A színes kavalkádban liptódi termékekkel is találkozunk. Mit kell ezekről tudni? Bio növényekből készülnek? Hát biónak ugyan nem nevezhető a szó legszorosabb értelmében, mert ugye ahhoz egy bizonyos környezetnek körülöttem is kéne lennie, ami szintén bio, de én amennyire tudom vegyszer nélkül termesztem a zöldségeket és néhány gyümölcsöt, amit feldolgozok, és a termékeknek még az a sajátossága, hogy paleo, cukorbeteg vagy regeneros kúrát folytató fogyasztók is nyugodtan mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül lehetnek belőle a legtöbbből, de készülnek hagyományos klasszikus finomságok is, de azok sem teljesen klasszikusak, mert például egy fahéjas cukkini lekvár, vagy egy sült sütőtök lekvár nem mondható a régi nagymamák kedvencének mondjuk. Tehát ez már újdonságnak számít. Igen, ez már újdonságnak számít. Kísérletezgetsz is egyébként? Hát igen, ezek igazából mind kísérletek. Igazából a regeneros kúrának az alapján indult el a történet, mert ott nem szabad gyümölcsöt enni, és ezért jöttek a zöldség alapanyagok a lekvároknál is. Mennyire közkedveltek ezek? Egyre jobban elterjed ez az étrend, meg a paleó is, és ezen oknál kifolyólag elég nagy közönsége van már itt a környéken is, Mohácson. Úgyhogy közkezveltek egyre jobban. Hamar rá lehet szokni? Egy szóval ezt az ízvilágot, ha valaki megkóstolja, megszereti, akkor le is ragadhat? Igen.
nincsen benne semmi ördöngösség, sült sütőtököt eszik az ember amúgy is, cukkinit is eszik rántva, most ez egy kicsit meg van bolondítva mondjuk citrommal, fahéjjal, és így már teljesen más tízt ad természetesen egy cukkini, mint egy rántott cukkini, de annak ellenére általában úgy szoktam kínálni, hogy finom lekvár, és találják ki, hogy mit esznek, és a 100-ból 99 nem tudja megállapítani, hogy ez egy fahéjas cukkini lekvár. Félszemmel már kiszúrtam a savanyúságokat, ezek hogy készülnek? Itt is vissza vannak-e fogva mondjuk a cukrok és egyéb hozzávalók? Teljes mértékben a savanyúságok csak kimondottan paleo és regenor vagy cukorbetegek számára készülnek, sem ecet, sem cukor nincs használva a készítésükkor. Így is finomak? Így is nagyon finomak, nagyon szívesen meg lehet kóstolni őket minden egyes árusításnál, ahol árulok, mindig kóstolóval egybekötötten árulok, ugye, mert a név az azért elriasztja az embereket általában. Sok ilyen kézműves vásár van a térségben? Bolymohács térsége nyüzsög a vásároktól? Itt most a karácsonyi időszakban sokkal több van, mint úgy az év többi időszakában, de akadnak. Jók ezek? Jók, igen. Mindenki, nem mindenki, de vannak olyan emberek, akik próbálják felfedezni újra ezeket az értékeket, a kézműves dolgokat, és hál' Istennek egyre nagyobb közönsége van, és egyre jobban szeretik az emberek. A Mohácsi kézműves vásár fogyasztató termékei között találtunk édeset, sósat, és a nyelvünket igencsak csípkedő erőset is. A csilik, a vegán pástétomok, a csatnik és lekvárok, meg annyi hazai konyha szívesen látott termékei. A kézműves vásárok sora a november 16-án pénteken a Bolyi Erzsébet vigadóban folytatódik.